Szeretettel köszöntelek benneteket ezen az online lelki gyakorlatos előadáson. Az én témám az az lesz, hogy szívemben megvallom, számmal hirdetem. Talán maga a cím az egy kicsit olyan furának hangzik, hisz hogyan ez a bőjthöz adott esetben, hogyan jön ez a mi nagybőti lelki gyakorlatunkhoz. Remélem, hogy a, a az elmélkedésünk végén ez ki fog számotokra derülni. Törülnék neki, hogyha itt lennétek személyesen, mert azt gondolom, hogy a téma az olyan, ami jó lenne, ami igényelné az interakciót, a közös interakciót, de bízom abban, hogy azért így is tudok a szolgálatotokra lenni, és gazdagítani tudlak benneteket ebben a fél órában tervezett félórás kis előadásban. Az első kérdések útján igyekeznénk, a célfelé felé kérdések útján igyekeznénk ezt az elmélkedést végigvinni. Az első kérdés, ami engem foglalkoztat és ami engem mozgat ebben a témakörben, hogy vajon hogy is történik igazából a bőjt. A bőjt köré szeretném fölfűzni ezt a gondolatsort. Hogy is történik igazából bennem a bőjt? Mit jelent az, hogy én bőjtölök? Mit jelent az, hogy én adott esetben egy nagy bőti időszakban, megélem azt a böjtöt, amiben benne vagyok, ez az egyik dolog, a másik pedig az, hogy hogyan élem meg vajon ezt a böjtöt, és egy harmadik dolog pedig az, hogy én hogyan osztom meg ezt a bőjtöt, hogyan osztom meg az én böjtölésemet, az én bőti időszakomat. Nem tudom, hogy ti hogyan szoktatok böjtölni, illetve hogy mit gondoltok a bőtről. A Davidikumban, a Davidikum diákjaival csináltunk, egyébként őket is szeretettel üdvözlöm, hiszen ti is hallgatni fogjátok, csináltunk ezzel kapcsolatban az egyik hétvégén egy kérdést, ahol én kérdeztelek benneteket, hogy mit jelent számotokra a bőjt, hogy élitek meg a bőjtöt, köszönöm szépen ezúton is a nyitottságotokat, hogy válaszoltatok, jó volt együtt dolgozni, és nagyon jó, nagyon érdekes és nagyon jó válaszokat kaptam hogyha megengeditek nekem, hogy így értékeljem ezt a dolgot, és izgalmas volt látni azt, hogy mit, mit gondoltok ti, hogyan látjátok ti a bőti időszakot, mit jelent számotokra a bőjt. A bőjt, ami igazából valamilyen szinten egyszerre közel is áll hozzánk, de egyszerre távoli is, olyan, olyan, olyan fura, jól is esik, de ugyanakkor meg időnként azért nem is tudunk vele mit kezdeni. Mit jelent számodra, mit jelent számomra a bőjt? Kérdezd meg magadtól. Akkor, amikor a bőjtre gondolunk, hogyha azt mondom, hogy bőjt, szerintem nincs olyan ember közöttetek, akinek ne jutna eszébe valami. Ha más nem, még hogyha annyira nem is kapcsolódunk adott esetben mondjuk az egyházhoz, akkor eszünkbe jut a, mondjuk egy olyan szó, hogy mondjuk mit tudom, lébőjt gúra. Miről szól az? Hát az arról szól, hogy én valamitől távol tartom magamat, adott esetben akár mondjuk a szilárd tápláléktól. Mi a célja ennek? A célja az, hogy én megtisztítsam magamat, nem ö, foglalkoztam ezzel a résszel annyira behatóan. Szóval valamitől távol tartom magamat azért, hogy én meg tudjak tisztulni, hogy én egy kicsit úgy, úgy, úgy rendbe tudjak jönni. Rendben, oké, mondjuk ha más nem, akkor ez eszembe jut, de lehet, hogy neked jut még eszedben más is, hogy mit jelent számodra a bőjt. Számomra a bőjtnek célja van, egy iránya van. Célja és iránya, és ez a cél és irány, ez tulajdonképpen Krisztus. Az én bőtömnek az iránya Krisztus az, hogy én oda lépjek hozzá, én oda érkezzek hozzá, meg tudjak érkezni hozzá valamilyen módon. Nyilván a, az évközi napok során is, és egyéb időszakokban az évben mindig ott van a szívemben Krisztus. Valamilyen módon kapcsolódni akarok vele, valamilyen módon szeretném, hogyha közel lenne hozzám, és nekem hozzá. És szeretném, hogyha a cselekedeteimben, a dolgaimban, még akkor is, hogyha nyilván vannak olyan cselekedetek és dolgok is, ez majd később előjön még, amikre esetleg nem annyira vagyok büszke, de akkor is, hogy ott legyen, jelen legyen az életemben. Erre, ez, erre vágyok, ezt, ezt szeretném. És a bőti időszak számomra legalábbis jelenti azt, hogy én, én akkor most közel lépek Krisztushoz. És vele vagyok együtt. De, de, nem úgy, ahogyan egyébként szoktam, mondjuk, hanem kicsit intenzívebben. Tehát a bőjthöz számomra hozzátartozik az is, hogy az intenzív. Több történik ott, mint ami a hétköznapokban szokott történni. Másképp történik. Amikor tanultam az egyetemen, akkor a Rómában, a Gregoriánán, akkor volt szerencsém megnézni, illetve találkozni, így talán helyesen mondanom, volt szerencsém találkozni sok nemzetnek a diákjaival. És képzeljétek el, hogy például az amerikaiak úgy bőjtöltek, nagyon érdekes volt, úgy bőjtöltek az amerikaiak, hogy na ők akkor az egyetemen még többet tanultak láttam, hogy amúgy is egyébként nagyon szorgalmasak voltak, de hogy, de hogy akkor még többet tanultak. És ez amikor egyszer az amerikai sráccal együtt sétálgattam, és kérdeztem tőle, hogy hát te hogyan, hogyan bőjtölsz? Akkor mondta, hogy ő most plusz két órát tanul minden nap. És a szabad idejét odaadja. Neki például ezt jelentette. És ez segítette őt abban, hogy közelebb kerüljön Krisztushoz, legalábbis én ezt gondolom akkor még egy kicsit másképp éltem meg ezeket a dolgokat, és talán kevésbé gondolkodtam mélyen ezekről a dolgokról. Kevésbé mélyültem el. Fiatalabb is voltam. Számodra mit jelent a bőjt? Igen, szóval, hogy ott van az intenzitás, és ez az intenzitás, ebben az intenzitásban megélünk valamit. A kapcsolati intenzitást is, azt is, hogy én kapcsolódom az Istenhez, és, és szorosan kapcsolódom az Istenhez. Kicsit olyan ez, mint amikor adott esetben mondjuk, nyilván minden példa egy picit sántít azért, de ezt szerintem érteni fogjátok, szóval olyan ez, mint amikor mondjuk elmegyünk közösen futni. Nem tudom, csináltatok-e már ilyet, vagy másfajta sport is lehet, lehet akár tánc, vagy akár lehet valamilyen közösségi játék is és benne vagy a hevületében annak a cselekménynek, amit te teszel, amit te csinálsz. Fantasztikusan intenzív az a cselekedet. Lehet akár például egy, -egy foci meccs, ahol, ahol ö, ö, most így fogalmazok test-testnek csattan gyakorlatilag a végén már, annyira akarjuk azt a, azt a győzelmet, azt a gólt, azt, hogy, hogy ott történjék valami olyan dolog, ami jó nekem és elkerüljem azt, ami rossz nekem. Ha a foci példát nézem, akkor ami jó nekem, hogy berúgjam a gólt, ha a másik oldalát nézem, akkor pedig azt, hogy elkerüljem azt, hogy azt berúgják. És mondhatnám azt, hogy vérre menő csatározások történnek. Én emlékszem arra, amikor kisebb voltam otthon éltem, akkor mi már délután háromkor lementünk focizni, és este kilencig rúgtuk a bört. Nem vagyok most sem túl jó focista, nem gondolnám, van nálam sokkal ügyesebb atya, aki, aki sokkal jobban focizik, de emlékszem, hogy éltünk, haltunk azokért az alkalmakért. És este fél kilenckor, amikor már elkezdett homályosodni minden, és lemenőbe volt már a nap, szüleinknek úgy kellett kikiabálni a házakból, hogy most már gyertek haza, mi akkor küzdöttünk a legjobban akkor volt a legkeményebb a csata. Én nem tudom, hogy kívülről hogy nézhettünk ki. Lehet, hogy éppen mi már esetleg vánszorogtunk, egy külső szemlélő számára már inkább csak ilyen elcsigázott embereket láthatott. Elképzelhető. De a mi megélésünk az volt, hogy akkor volt a legintenzívebb, akkor csatáztunk a legkeményebben. És amikor kiszóltak, hogy na akkor például nekem, hogy János, most már gyere haza, csak még egy kicsit, és megpusztultam volna, úgy éreztem, hogyha ott kéne hagynom a meccset. A bőti időszak intenzitása, a bőti időszak megélése, ilyen megélés lehet a számunkra. Nehezen indul. Vannak zökkenők benne, bele kell rázódni, és lehet, hogy már eltelik egy hét vagy akár kettő is, és, és arra eszmélek föl, hogy hát tulajdonképpen én éppen csak megérkeztem oda, hogy bőjt van, még nem tettem semmit igazából érdemben, de aztán, amikor bele lendül az ember, akkor szinte nehéz abba hagyni. Sőt, azt vágyja az ember, hogy ne hagyja abba, hogy ne legyen vége, mint ahogy én is azt vágytam a társaimmal együtt, hogy ne, ne hívjanak föl minket, és ne ö, szóljanak a szülők, hadd játszunk, hadd legyünk benne a játéknak a hevületében, Ugyanígy lehetünk a bőti időszak végén is, hogy ne, ne szűnjék meg a bőti időszak. Hadd legyek én benne az imádságnak a hevületében. had legyek én benne az áldozatvállalásnak a hevületében. had legyek én benne abban az élményben, abban a megélésben, hogy én teszek valamit. Teszek valamit azért, hogy én közelebb jussak az Istenhez. Hogy én Krisztust kapjam, hogy én őt megélhessem, az ő társaságát. Mi volt a fontosabb a fociban? Persze, az is, hogy nyerjünk, az is, de hogy óriási élmény volt együtt lenni. És ahogyan óriási élmény együtt lenni közösségben, a barátokkal, társakkal, ugyanolyan élmény Óriási élmény és fantasztikus élmény, srácok, higgyétek el, ha nekem nem hisztek, próbáljátok ki ti magatok. Óriási és fantasztikus élmény együtt lenni, intenzíven együtt lenni az Istennel. Semmilyen élményt nem nyújt nekem szinte az, hogyha én felszállok egy buszra, valahova a végére, hátra megyek, és aztán esetleg a buszsofört akkor látom, amikor így időnként így kihajlik, mondjuk és így hátulról látom a kobakját meg a vállát. Semmilyen különösebb élményem nem lesz a vele való kapcsolódásból, pedig van kapcsolódás, nem? Hát az ő úszán utazok. Sem nem ismerem, sem nem szólítottam meg, maximum a fölszálláskor. Ez az élmény nem intenzív. Itt nincs különösebb kapcsolódás. Nagyon sokszor csináljuk, azt, míg mi is, akiknek fontos lehet az Isten, nagyon sokszor csináljuk azt, hogy valahogy így találkozunk vele. A nagybőt intenzitása lehetővé teszi számunkra azt, hogy mi egy, egy nagyon komoly és intenzív találkozásunk legyen az Istennel, ami meg inkább ahhoz hasonlít, hogyha most a focispéldát el akarom hagyni, akkor mondjuk ahhoz hasonlít, mint amikor én mellém leül a legjobb barátom. A buszon mondjuk leül mellém, és elkezdünk beszélgetni. És azt kívánom, hogy bár ne érkeznénk meg, vagy egy fél órával később, vagy egy órával később, és aztán úgy búcsúzunk az állomáson, hogy hú, mindenképpen találkozunk újra mert annyira jó volt. Most már mennünk kell, nekem jobbra, neki balra, de mindenképp találkozzunk, és elhatározunk magunkat, és esetleg időpontot is egyeztetünk. Az Istennel való megélésünk és kapcsolódásunk ilyen megélés is lehet, srácok. Hogy annyira jó volt együtt lenni, hogy én bejegyzem a naptáramba azt, hogy mikor fogok vele találkozni. És ezt nem csak példaként, meg ilyen képként mondtam, meg esetleg így, tehát így bedobtam, hogy bejegyzem a naptáramba. Srácok, én ezt csinálom. Én bejegyzem a naptáramba azt, mint ahogy bármely más munkát is, hogy mikor fogok az Istennel találkozni. És beírom reggelre, és beírom estére, és beírom napközben is. Mert én akarok vele találkozni. Persze nyilván akkor, hogyha alapvetően most még úgy éled az életedet, hogy ugye kicsit ilyen, most így fogalmazok, talán megengeditek nekem, hogy durbele módjára, tehát hogy így, így hát, hogy elkezdődik a nap, aztán folytatódik is, valahogy megéljük, aztán egyszer csak lezárul. Hogyha így éled az életedet, nem túl tervszerű, és nem túl produktív egyébként, neked, mint gimnazista, középiskolás diák, szükség lenne arra, hogy egyfajta tervszerűség, egyfajta rend legyen az életedben, és ezt már nem tolhatod át kizárólag a szüleidre. Jó, tehát szerintem a digitális oktatás során megtapasztaltátok azt, hogy milyen az, amikor adott esetben szülők elmennek otthonról, lekoccolnak, alig várod már akár, és nekiállsz annak, aminek nem állnál neki akkor, hogyha ott lenne nem sorolok most példákat, ki, ki helyettesítse be a maga életébe. És aztán milyen élmény az, amikor adott esetben ennek megvan az eredménye, de ez most nem témánk, ezt te tudod. De ha van egy rendem, akkor az a rend az megtart engem. És abban a rendben, a mindennapjaimban én bele tudok helyezni nagyon sok mindent. És miért jó ez nekem? Kérdezhetnéd. Jó, hát most oké, János, hogyha de hát alapvetően végül is azért döcögnek a dolgok. Hát most miért jó az nekem, hogy legyen egy ilyen rendem? Nyilván én most elsősorban a Krisztussal való kapcsolódás oldaláról szeretném megfogni ezt a dolgot. Azért, mert akkor van mindennek helye az életedben. Nem csak a tanulásnak, hanem minden másnak is. Olyan dolgoknak is, amik fontosak neked, de figyelj, mert ez egy fontos dolog olyan dolgoknak is, amik fontosak a barátodnak amik fontosak a másiknak. És akkor itt most még mielőtt lezárnád az agyadat, és azt mondanád, hogy jó, nana, figyeljetek, a barátság kérdése. Nem egy és nem kettő esetben fordultatok hozzám, nagyon megtisztelő volt egyébként is, köszönöm nektek, ezt ez úton is, azzal a kihívással és nehézséggel, többen voltatok, hogy Hát, hogy azok a barátságok, amik vannak köztünk, amik a suliba úgy úgy egyértelműek voltak, és nyilvánvalóak, hogy ezek így, 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 így szétbomlani látszanak. Miért, srácok? Mert a barátságainkat ugyanazzal a dúlbele módjára éltük, ahogy az életünket egyébként éljük. És ha jön a helyzet, akkor barátkozom. Ha meg nem jön a helyzet, nem adódik az alkalom, akkor meg nem barátkozom, és elfelejtem akár őt egy-két-három hónapra is. És utána, egyszer csak, amikor szükségem lenne egy jó barátra, szükségem lenne valakire, aki ott van, aki rendelkezésemre áll, most így fogalmazok, akkor azt veszem észre, hogy nincs ott. És ha nem vagyok elég érett hozzá, hogyha nem rendeztem ezt a dolgot még magamban, akkor elkezdem esetleg még hibáztatni is, ami azt is hozhatja akár egyébként, hogy nem is lesz ott a későbbiek során se. Vagy elgondolkodhatok azon is, hogy jó, de mi az, amit én tehetnék ebben az ügyben, mi az, amit én teszek, vagy nem teszek meg, tettem, vagy nem tettem meg. És rájöhetek arra, hogy hopp, hát mondjuk azt nem tettem meg, hogy nem kapcsolódtam vele, nem írtam neki, nem váltam vele szóba, nem a kapcsolattartásunkban tulajdonképpen nem gondoztam a mi baráti kapcsolatunkat. És ahogy ez megtörténik a barátokkal, srácok, ugyanígy megtörténik az Istennel is. Ha én az Istennel való kapcsolatomat nem gondozom, akkor egyszer csak jön egy pillanat, amikor nagyon jó lenne ott lenni. Nagyon jó lenne, hogyha segítene. És én most, még mielőtt félreértenétek, nem arról beszélek. Nem arról a... a, a hm, kisgyermeki hozzáállásról rendben van ez is, de ti már középiskolások vagytok, nem arról a kisgyermeki hozzáállásról beszélek. Amikor adott esetben mondjuk ott van az, hogy Hú, hát most ez a, ebben a dogában most igazán segíthetnél, Istenem. Én nem erről beszélek most. Szép dolog ez is, de hogy nem erről beszélek. Hanem arról beszélek, amikor mély a létemben meghatározó kérdésekben kéne valami választ találnom, és jó lenne, hogyha valaki tudna valami választ adni. Jó lenne, ha valaki ezt tudnék fordulni, mert mondjuk az ősök adott esetben mondjuk nem tudnak korrekt választ adni nekem, nem hitelesek abban, amit közvetítenek, amit, amit adnak. Találkozom azzal, hogy én, mit tudom én, mondjuk fogadjátok el tőlem ezt a gondolatot, kamasz gyerek, mondjuk fejlődő gyerek, kamasz gyerek, mondjuk kritikával élek a szüleim felé, teljesen rendben van, oké, nem hitelesek mondjuk számomra, és akkor kéne egy hiteles példa. Kéne valaki, aki ott van a szeren, hogy úgy mondjam. És akkor nincs. Nincs ilyen barát, mondjuk. Aki beépíti az Istennel való kapcsolódását az életébe, ha már ott tartasz a mindennapjaiba, mindennapjaidba beépíted, annak mindig ott van az Isten, mégpedig úgy van ott az Isten, mint az a barát, aki leül mellé a busz másik székére, és elbeszélgetnek, és milyen elbeszélgetnek. Akitől úgy búcsúzol, hogy de jó, hogy itt voltál. De jó, hogy találkoztunk. Máskor is. És nem úgy van jelen, mint a buszsofőr, akinek a hátát időnként látom, amikor így kihajlik. Az Isten így is, meg úgy is jelen lehet az életünkbe. Ha én valakivel ápolom a kapcsolatomat, és, és jelen vagyok az ő létében, akkor azzal alakul az én kapcsolatom. Ha meg nem vagyok jelen, és nem ápolom a kapcsolatomat, azzal meg nem. És nem azért nem tud adott esetben az a másik ember, másik személy, akár az Isten, nem azért nem tud közelebb lépni hozzám, mert ő valamilyen módon korlátozott, ő valamilyen módon. Nem, azért nem, mert. Én vagyok a korlátozat, mert egyszerűen nem vagyunk még ott. Ide le hozzám, hogyha nem ismersz engem, és elmondanád a legféltettebb titkaidat. Nyilvánvalóan nem. Oda menné le az Istenhez, és elmondanád -e neki a legféltettebb titkaidat, megszólítanád őt-e akkor, amikor gyenge vagy? Szerintem nyilvánvalóan nem. De ha kialakítottál vele egy kapcsolatot, még ha nem is tud válaszolni, még akkor is elmondod neki. Mert most azért legyünk őszinték egymáshoz, mit tud adni neked az a korosztályodban lévő barát, mondjuk? Ö, mind amellett, hogy le a kalappal a barátságok előtt. Jó, tehát ugye nem a barátod ellen beszélek, szó sincs ilyenről, nem. De ugyanazon a szinten van, esetleg egy picit meghalad, ha úgy van, vagy éppen picit gyengébb nálad de nagyjából ugyanott azon a szinten van. Mit tud adni neked? Milyen választ, mély, igazán ösztönző, előrevívő választ tudna adni? Nem tud. Nem tud. Mi az, amit tud adni mégis a jelenléted? Az ott léted. És az Istennel, tudjátok, srácok, nagyon sokszor így van hogy akkor, amikor én még nem kapcsolódtam eléggé hozzá, amikor én még nem nyitottam ki kellően a szívemet, még nem tudtam igazából őt befogadni, hát a, az a szó jutott eszembe, vagy mondat, hogy a maga teljességében, de hát figyeljetek, azt még azt, ahhozra nem vagyunk képesek, egy pohár nem fogadhatja be a tengert. De hogy mondjuk nem tudtam még teletölteni a saját poharamat, nem tudtam teletölteni a lelkemet vele, az Isten akkor is ott van és ráadásul úgy van ott, hogy egyszerűen segít, és alakít, és mint egy hívja ki belőlem azt az értéket, ami bennem van. Szívemben megvallom, számmal hirdetem. A bőjt nem a külvilágnak szól, nem, a, nem arról szól a bőjt, srácok, hogy én megmutatom, hogy 40 napon keresztül tudok közösségi média nélkül élni, vagy vagy 40 napon keresztül tudok húst nem enni. Vagy hát sorolhatnék még. Kinek, kinek a kedvenc oldala. Engedjetek meg, nem azért, hogy leégessem magamat, hát ha ti is csatlakoztok. Amikor én is gimnazista voltam, én megcsináltam azt, hogy 40 napon keresztül nem ettem húst, sőt, mi több, igazából 46 napon keresztül, mert vasárnapokon sem ettem húst. Ugye a vasárnap az mindig a az úrnapja, gyakorlatilag az húsvét, a vasárnap, és akkor nincs bőjt, de én akkor se ettem. És nem volt azért annyira könnyű megtartani, menzás voltam, bentlakásos gimnazista, menzás voltam. Nem különösebben figyeltek úgymond oda arra, hát nyilván nem is volt feladatuk, hogy, hogy mondjuk húsmentes ételeket adjanak. Tehát azért volt párszor, amikor úgy, úgy, kopogott a, a, a szemem, de, de kitartottam, és akkor na hát, akkor 46 napon keresztül nem ettem semmilyen húst. Következő év, ismét bőjt, gondoltam, hogy hát akkor megint ö, ö, megtartom ezt a dolgot, és akkor 46 napon keresztül megint nem fog enni húst. Elbuktam az első hétem. Uh, a, és utána nem is vágytam rá, hogy uh, tovább érleljem magamba ezt a gondolatot, úgyhogy uh, természetesen akkor, amikor pénteken, szerdán péntekeken nem ettem, de hogy uh, nem is vágytam különösebben rá. És később, már jóval később, évekkel később, már a szeminárium éveim végén gondoltam vissza az egyik bőti gondolkodásomon erre az esetre. És arra jöttem rá, srácok, hogy ez magamutogatás volt. Én nem mondom, hogy nem voltak nagyon pozitív hozadékai, de sok pozitív hozadéka volt. Én akkor ezt tudtam hozzáadni, ez volt az, amit én tudtam tenni, amivel én közelebb tudtam kerülni Krisztushoz. Ezt csak azért mondom nektek, mert én most itt vagytok egy lelki gyakorlat során. Kiválasztottad ezt az előadást, és szeretnélek gazdagítani téged. És azt tudom mondani, el tudom mondani a tapasztalatomat, hogy ez maga mutogatás volt. És aztán, amikor egyébként körbenéztem, így a, a keresztények között, mert hogy én is folyamatosan körbenézek, én is mindig tanulok másoktól is, nálam nagyobb tudású emberektől is, és aztán egyébként a Jóisten adta nekem a tanítás lehetőségét is. Azt láttam, srácok, hogy mennyi magamutogató ember van bőti időszakban. Pedig aztán én úgy emlékszem, hogy van az evangéliumban arról szó, Jézus beszél arról, hogy akkor, amikor a bőjtöltök, akkor ne szaggassátok meg a ruháitokat, és ne sírjatok meg, szabjátok szélesre az imasziaitokat, hanem, hanem ellenkezőleg illatosítsátok be magatokat. Ne látszódjék azt, hogy bőjtöltök. Mert a bőt az nem a magamutogatásról szól, nem arról szól, hogy én megmutatom, hogy na, én ki vagyok, és hogy ezt is meg tudom csinálni. Nem a teljesítmény túlár, túráról szól a bőt, hanem arról szól, hogy én közelebb kerülök Krisztushoz. Én elmertem nektek mondani, te elmered -e magadnak mondani? Én bemertem magamnak vallani, te bemered -e magadnak vallani azt, hogy ha a te bőjtöd a magamutogatásról szól. Ha a te bőjtöd céltalan esetleg, csak azért csinálod, mert valaki mondta, mert ez volt, mondja mi, az utasítás. Csak azért csinálom, mert az egyház kérte. Fontos egyébként a keret, és olyan is van az életünkben, amikor amikor megtesszük azt, amit kérnek tőlünk, azért, mert igaz, hogy lehet, hogy még nem is feltétlenül értünk egyet vele, de elhisszük, engedelmeskedünk, mert elhisszük, hogy az a másik az jót akar nekünk, ilyen az, amikor a szülő mond valamit, és akkor úgy, úgy, úgy nagyon szívom a fogamat, és úgy nem, nem akarom a dolgot, de mégis az a jó magatartás, srácok, ezzel lehet, hogy elvesztelek titeket, de mégis az a jó magatartás, hogy amit azt teszem, amit a szülő mond mert nem véletlenül mondja, és nagy valószínűséggel már megtapasztalta azt, amit esetleg mi még nem tapasztaltunk meg, és lehet, hogy ettől akar távol tartani minket. Nem önsanyargatás. Nem arról szól, hogy a bőjt, hogy, hogy akkor most én, én akkor szenvedtetem magamat, és akkor most ezzel bekapcsolódok Krisztus szenvedésébe. És vegyétek komolyan ezt a dolgot, mert képzeljétek el, hogy jól fejlett keresztényeknél is e, e, láttam azt a, ennek a hatását, hogy eznek mi lesz a hatása, hogy ennek az lesz a hatása majd, hogy hogy mindenféle uh, szenvedést itt fölajálgatunk. És én nem arról beszélek, hogy rossz lenne az, hogy én fölajánlom a szenvedésemet. Nem, szó sincs ilyenről. Be megvan ennek az értéke, meg megvan ennek a helye. Ha jól van ez bennem, hogyha jól helyén van ez bennem. Egyébként csak önsanyargatás. Olyan önsanyargatás, aminek közben nem veszem észre azt, hogy valójában igazából egy kis felelősségvállalásra, egy kis döntéssel, egy kis igazi, őszinte odaállással megszűnne az a szenvedés. Szenvedés az enyém, és szenvedés mások szenvedése. Lassan le kell zárnunk a gondolatmenetünket. De talán ilyen utolsó, egyik utolsó gondolatként szeretném mondani nektek, hogy a szenvedésünkkel bekapcsolódunk mások szenvedésébe is, és ez egyfajta kapcsolatba lépési mód közöttünk. A helyes szenvedés, ha lehet ezt így mondani, tehát a Krisztusnak tetsző, tehát a Krisztusi szenvedés, én vagyok az út, az igazság és az élet, követjük Krisztust ezen az úton is. Nem nagyobb a tanítvány a Mesterénél, mondja Jézus. Tehát a szenvedés útján is követni fogjuk őt? Óhatatlanul ott van az életünkben. Sosem csak egyéni ez a szenvedés, hanem másokkal összekötött. De nem úgy, hogy én az én szenvedésemmel elviselhetetlen szenvedést okozok a másiknak. Nyilván most egy kicsit túloztam. Van úgy, hogy úgy okozok a szenvedésemmel szenvedést a másiknak, hogy azért azért még elviselhető. De akkor is azt okozok. Hanem Krisztus szenvedése az a szenvedés, amivel szenvedést nem okoz a másiknak, nekünk, embereknek, hanem minket gazdagít. És fontos, hogy mi az önmegtagadásunk útján, ami szenvedéssel is jár, úgy tudjunk járni, hogy mi gazdagítsuk magunkat is természetesen, a Krisztussal való kapcsolatunkat is gazdagítsuk, és gazdagítsuk a környezetünket is. Az önmegtagadás ugyanakkor szeretném nektek mondani, hogy nem egyenlő, nem mindig egyenlő a szenvedéssel. Ehhez néhány egyszerű példát hadd mondjak nektek. Ételbőjt. Hm. Kicsi túlzással, ha éljek, ha te mindig adott esetben mondjuk meg is kaját eszel, vagy Burger king kaját eszel, ki mit szeret, Üh, mit tudom én, mondjuk gondolom azért nem mindig azt tesztek, ha aki igen, akkor az képzeljen el valami mást, Üh, de mondjuk mit tudom, lehet, hogy nem mindig azt teszel, de szereted, és akkor vágysz rá, milyen jó lenne, hogy ezzel apával leboltolod, vagy anyával, hazafele odagurulunk a az illető gyorsétteremhez, és már várod, és örülsz neki, és fú, Na most képzeld el azt, hogy mondjuk te minden egyes nap, és lehet, hogy most azt mondod, hogy azt elbírnám viselni, de, hogy a, de azért gondold csak tovább, hogy minden egyes nap, reggeli, ebéd, vacsora, te mindig mondjuk azt teszed. Még ennél a jó dolognál is lehet, hogy azt fogod mondani egy idő után, hogy uff, kész, is, és most már, most már, most már jöjjön valami saláta vagy jöjjön valami főzelék. És akkor, amikor jön, adott esetben van egy ételbőjt, akkor így fölüdül az ember, és azt mondja, hogy oh, milyen jó, végre nem eszem, vagy végre nem azt eszem. Mondhatom azt, hogy ez egy önmegtagadás, mert én azt tenném eredetileg, de, de én most nem eszem. És fölüdülök az önmegtagadásban. A lelki Önmegtagadásomban is föl tudok üdülni, most nem magammal foglalkozom. Most nem én vagyok a központban, hanem az Isten. Valaki más. És milyen jó megtapasztalni a kapcsolódást. Milyen jó megtapasztalni személy-személy között, úgy, hogy én és a barátom között milyen jó megtapasztalni a kapcsolódást. Most nem én vagyok a központban. Milyen jó az Istennel is megtapasztalni ezt a kapcsolódást, részletek legyen benne. Ez is egyfajta önmegtagadás, most nem én tolom magamat, hanem engedem a másikat. És micsoda felüdülést ad. Jó. És van szellem is. Amikor azt élem meg, hogy végre valami mást csinálok, és nem azt, amire éppen amivel éppen foglalkozom, amire éppen rákoncentráltam. Mondok egy példát mondjuk amikor például most online rendszerben is akár mondjuk csüggedésig tanulsz. Tehát amikor tanulsz, 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 és akkor délután mondjuk négy óra, akkor beesik mondjuk még egy matek feladat. És akkor az van, hogy te már eddig vagy, és akkor mondjuk fogod magadat és azt mondod, hogy jó, most, most valami mást csinálok. Milyen jó benne lenni abban is, nem? Egyfajta önmegtagadás ez is tulajdonképpen, önmegtartóztatás ez is, de nem jár szenvedéssel. Lassan most már a végére érve a gondolatmenetünknek, biztatlak benneteket arra, hogy tegyétek föl a, a kérdést magatoknak. Nekem mit jelent a bőjt? Hogy élem én meg ezt a bőti időszakot? Hogyan vagyok én ebbe igazából benne? és válaszold meg magadnak bátran. Akarom-e, hogy az én bőjtömnek Krisztus legyen a célja, hogy ővele kapcsolódjak, és megéljem a Krisztussal való bőjtömben, megéljem a kapcsolódásnak az intenzitását, hogy én igazán mélyen kapcsolódok vele. Vagy csak magamutogatás lesz a részemről a bőt, vagy parancs végrehajtás lesz a bőjt. de különösebb, értéket nem fog hordozni a számomra. Bíztatlak arra, hogy tapasztalj. Ne elégedj meg azzal, hogy te csak tudsz. Hogy tudod azt, hogy mi az, amit tenned kéne. Hanem juss el a tapasztalatig. Hogy tedd meg azt, amit tenned kéne talán megengeditek, hogy így mondjam. Lehet, hogy úgy lenne ha helyesebb, hogy azt mondanám, hogy tenned szabad. Amire lehetőséged van. Nagyon-nagyon sokan, és ezzel zárom a gondolatmenetet, illetve majd egy idézettel, nagyon-nagyon sokan úgy élik, és élik meg az életüket, látom, találkozok velük, én abban a szerencsés helyzetben vagyok, mint lelkipásztor, hogy én olyan emberekkel is találkozok, megtisztelnek a bizalmukkal, akik már az életüknek a második felében vannak, már a, mondjam hogy a vége felé vannak, és látom azt, hogy mit csinálnak és hogy csinálják a dolgokat, és látom azt, hogy adott esetben mennyi nehézséget és mennyi szenvedést tud hozni azt, hogy nem lendülnek soha akcióba. Soha az talán túlzás, de kevesebb szer, mint hányszor. Igazán szükségük volna rá. Nem szólnak a párjuknak, nem kérnek, nem fogadnak el. Nem lendülnek akcióba. Nem teszik meg azt, amit megtehetnének. Nem kérnek bocsánatot, amikor bocsánatot kérhetnének. És nem teszik le azt a sütit, amikor még lehetőségük van vagy tanulják meg azt, amit megtanulhatnának, hogy aztán majd előre lépjenek, mondjuk akár a munkahelyükön. Mert nem lendülnek akcióba. A nagybőjt annak az ideje is, amikor én tanulok magamról. Tanulok arról, hogy mit, mit is jelent az életemben ez. Hogy is... Hogy is történik igazából? Hogy is történnek igazából a dolgok az életemben? Nem úgy, hogy most akkor, mert hát nyilván mindenki él és mindenki tapasztal, meg mindenkinek vannak ö, különféle kapcsolódásai, itt most nem csak az emberi, hanem a egyéb kapcsolódásokra is gondolok, hanem mit jelent az, amikor ténylegesen történik és valóságosan zajlik az életünk. Ferenc pápának egy gondolatát szeretném nektek idézni, amit a nagybőjt elején már egyébként, hamvazó szerdán, a, a padányisoknak legalábbis a, a, én idéztem, a többieknek akkor ez esetleg egy a, új dolog lesz. Hitünk és reményünk legtökéletesebb megnyilvánulása a szeretet, melyet Krisztus nyomdokain járva az emberekre való odafigyelésben és a velük való együttérzésben élünk meg. Hitünk és reményünk legtökéletesebb megnyilvánulása a szeretet, mondja Ferenc pápa. A szeretetben válik bizonysággá a hit, és válik valósággá, ha úgy tetszik, akkor telik be a remény és marad a szeretet. Az a szeretet kapcsolódás, ami köztem és az Isten között van, és minden más másodlagos. Valószínűleg ezt éli meg Pálapostól, amikor azt mondja, hogy a szeretet, a szeretet himnuszában, hogy igazából minden más csak pengőérc és szengő címbalom. Hasznosak, jó dolgok azok, de igazából egy fontos dolog van, az a szeretet, amit én az Istenben élek meg, az Istennel való kapcsolódásomban. A bőti időben nekünk lehetőségünk van ebbe az irányba elindulni, és ebbe az irányba tovább haladni, a bőjt intenzitásában, ami nem az évközi idő intenzitása, hanem egy sokkal mélyebb, egy sokkal intenzívebb időszak, amit azonban nem lehet csak úgy megélni, hanem tudatosan vállalni szükséges. Én bíztatlak benneteket arra, hogy ha ti is úgy gondoljátok, hogy lépjetek akcióba, vállaljátok azokat az értékeket, amiket Krisztus ad nektek, és a bőtötöket az Isten szentelje meg.